Új helyszínen, Tarpán ülésezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés. Még októberben Lipők Sándor, a Fidesz frakció vezetője javasolta, hogy ne csak Nyíregyházán találkozzanak. Így első helyszínként a tarpai II. Rákóczi Ferenc művelődési házat választották. Egy magyar-román pályázati program keretében az Izidor című projektet is elfogadta a közgyűlés, amelynek keretében örökség turisztikai beruházásokra tudnak mintegy 4 milliárd forintot fordítani a megyében. Kedvezményezett a megyei önkormányzat, és a megyei fejlesztési ügynökséggel, illetve a megyei önkormányzati hivatallal együttműködve fogjuk ezt a projektet megvalósítani. Ebben van több mint 10 templomnak, középkori műemléktemplomnak a felújítása, több mint 1 milliárd forint értékben, van Gyírbátorban egy történelmi sétányfejlesztés, de vannak szabadidős és más egyéb olyan turisztikai fejlesztések, amelyek turisztikai attrakciót és turisztikai vonzerőt jelentenek a megyében. Közösségi házak felújítása, építése szerepel a programban, tehát egy nagyon szerteágazó turisztikai örökség, turisztikai projektről van szó. A megyei munkaerőpiaci helyzetről és a közfoglalkoztatás helyi feladatairól a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztályának osztályvezetője tájékoztatta a közgyűlést. Nagy Ervin beszámolójából kiderült, bár javult a megyei munkanélküliségi ráta, és jelenleg 8,7%, még mindig az országos átlag alatt van. A közfoglalkoztatási létszám közel 22%-kal csökkent. A programban résztvevőket egyre inkább próbálják visszaterelni az elsődleges munkaerőpiacra. A közgyűlésen többek között Vásáros Namény polgármestere is jelezte, hogy a településen is csökkent a közfoglalkoztatottak létszáma. Amíg 3 éve 530 fő vett részt a programban, addig idén már csak 270. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a nagyobb foglalkoztatók meglátták azt a lehetőséget, és megérezték annak a súlyát és jelentőségét, hogy a közfoglalkoztatásból idény munkára ki tudnak hívni embereket, olyan embereket, akik magasabb szinten akarnak dolgozni, magasabb bért szeretnének keresni. Épp ezért kiemelt ebben az Austria Juice, amely cég 30-40 főt is kivisz szezonban, és ilyenkor a téli időszakban pedig visszaengedi úgymond őket a mi hatáskörünkbe, és ezáltal ők az önkormányzatnál dolgozhatnak. Nagyon érdekes helyzetben van ez a térség, Tarpa, Vásáros, nem ilyen Beregi vidék, hiszen a munkaerő hiány és a munkanélküliség együttesen van jelen. A közmeghallgatáson Lintényi Levente, a Máté Szalka Debrecen vasútvonal állapota miatt kérte a közgyűlés segítségét. A 78 km hosszú szakaszt ugyanis több mint 2 óra alatt lehet megtenni a vasút használatával. Ez pedig hátrányos azoknak a munkavállalóknak, akik naponta ingáznak a két település között. Sesták Oszkár közölte, hogy a MÁV legutóbbi beszámolójából kiderült, hogy bizonyos szakaszokon 50 éves fejlesztési hátrányban van a társaság. Tilki Attila képviselő a kormány álláspontjáról azt nyilatkozta, hogy a fővonalak korszerűsítése után azokat a kisebbeket fejlesztik, amelyek a munkaerőpiacot segítik. Ez egy valós probléma, amelyet felvetett a fiatalember, aki megjelent Máté Szalkáról. Ezért szerintem a valós problémával a megyei közgyűlésnek érdemes foglalkoznia, és én azt kértem a közgyűlés vezetőjétől, hogy most ne rögtönözzünk, de egy következő ülésre hozzanak egy olyan javaslatot, amelyben ennek a problémának a megoldására mi, mint közgyűlés, kezdeményezést teszünk ez erre illetékes MÁV felé. A második dolog is legalább ennyire fontos, nevezetesen az, hogy mivel itt elhangzott a kérdés feltételénél, hogy Debrecen és Budapest között nem sokára 160-nal fog közlekedni a vonat, szerintem legalább annyira fontos nekünk azt is elkifejeznünk, hogy ne csak Debrecen és Budapest között közlekedjen 160-nal a vonat, hanem legyen Nyíregyháza is bevonva ebbe a bizonyos gyorsvonati közlekedésbe a jövőt illetően. Seres Magdolna kilépett a Jobbikból, így 3 fő alá csökkent a párt képviselői létszáma, ezért a szervezeti és működési szabályzat értelmében Sesták Oszkár elnök bejelentette, hogy megszűnt a Jobbik frakciója a megyei közgyűlésben. Számomra, mint megyei elnök számára ez annyira nem volt meglepetés, hogy ez be fog következni. Ugyanakkor azt kell mondjam, hogy a frakció életében jogilag egyetlen egy változás van, hogy ha az SMS-t szigorúan vesszük, akkor nem kérhetek napi rendelőtti felszólást. De ugyanakkor azok a problémafelvetések, amik eddig az elmúlt jó néhány évben elhangzottak a Jobbik részéről, azok most is megjelenítésre fognak kerülni, akár általam, vagy akár Ifjúföldi István kollégám által.
és tovább folytatjuk a munkát. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés összesen 14 napirendi pontról vitázott és döntött a decemberi ülésükön Tarpán.